Igen, tisztelt elnök úr, ünnepi közgyűlés, mindenekelőtt a magyar kormány nevében tisztelettel és megbecsüléssel köszöntöm Önöket, minden magyar erdészt. Van valami szimbolikus abba, hogy itt az országgyűlés épületébe tartjuk ezt az ünnepi közgyűlést, hiszen az Önök egyesülete nem csak ebben a műfajban a világon a legrégebbi egyesület, hanem elkerülte azt a kísértést, amiben oly sok szakmai egyesület megroppan, elsüllyed, eltűnik a történelemből, amikor egyfajta önképzőköri egyletté válik a saját maguk szórakoztatására, vagy pedig valamilyen tudományos elefántcsontoronnyá. Az Országos Erdészeti Egyesület mindezzel szemben a legmagasabb szakmaiság megtartásával alakítója volt a történelemnek, alakítója volt az országgyűlés szakkérdéseinek. Hiszen 1879-ben Wagner Károly és Bedő Albert munkásságának köszönhetően is az Országos Erdészeti Egyesület szakmaiságát törvényben megtestesítve keresztül vitték azt a törvényt, ami az ellenőrzött és tartamos erdőgazdálkodást megteremtette Magyarországon. Majd, szintén az Országos Erdészeti Egyesületnek köszönhető módon, 1935-ben Kán Károly a modern, természetkezelő erdőgazdaságot, erdőgazdálkodást, erdőgazdálkodási szemléletet és ennek a törvénybe foglalását teremtette meg. Mindezt akkor, amikor Trianon után erdeinknek a 80%-át elveszítettük. És ami igaz volt az előző századra, az igaz volt a rendszerváltoztatás utáni időszakra is, hiszen 1996-ban, amikor a három szakmai törvényt elfogadta az országgyűlés, akkor szintén meghatározó szerepe volt az Országos Erdészeti Egyesület szakmai munkájának. És tudott válaszolni arra a kérdésre, ami a kor kihívását jelentette, hogy szintézisbe kellett hozni a piaci elvárásokat és a társadalmi igényeket. És 2010-ben, azt hiszem Péter nagyjából ugyanerről a helyről, kértem fel az Országos Erdészeti Egyesületet az erdő stratégiának az elkészítésére, amire azért volt nagy szükség, mert ma az Európai Unióban két irányú tévedéssel, kísértéssel, támadással kell szembesülnünk. Az egyik, amit talán úgy lehet nevezni a sötét zöldeknek a vonala, a másik pedig az ipari lobby gátlástalanságának a vonala. Ugye az egyik szélsőség, és ezt nevezzük sötét zöldeknek, megkülönböztetésül a épeszű normális természetvédőktől, tehát a sötét zöldek őrültsége az, hogy semmiféle affinitásuk nincs arra, hogy a nemzetnek és az emberiségnek szüksége van faanyagra, és egyébként a világon emberek is léteznek. Ha rajtuk múlna, akkor egy teljesen életidegen, társadalmi idegen, piacidegen dolgot kényszerítenének rá az országra, ami lehetetlenné tenni a nemzetgazdaság piaci igényeinek a kielégítését. A másik oldalon pedig ott van a gátlástalan ipari lobby, amin ha múlna, akkor mondjuk energia erdőkkel, amik persze nem nevezhetők erdőnek, de energia ültetvényekkel raknák tele az országot azért, hogy fél euróval nagyobb profitjuk legyen. Ez a két szélsőség között, aminek egy nagyon erős lobby érdekei vannak az Európai Unióban, ez a két szélsőség között kellett megtalálni azt a józan vonalat, ami tekintettel van a nemzetgazdaság faigényére, a faipar igényeire, és ugyanakkor biztosítja azt a természetvédelmet és azt az erdőt, ami a társadalomnak jogos igénye, hogy a pihenése, kikapcsolódása és egyáltalán az életünknek egy megfelelő környezete legyen. Megjegyzem, hogy az akkor kialakított álláspont számos kérdésben napjainkra megvalósult, hiszen a Nemzeti Erdőstratégiában mindez visszatükröződik, és hogy egy konkrétumot is mondjak, 25 év után éppen annak a javaslatnak köszönhet sikerült elérni azt, hogy vagyonkezelési szerződések vannak az erdészetekkel.
ugye az akkor került javaslatként megfogalmazásra. És az is nyilvánvaló, hogy az Országos Erészeti Egyesületnek meghatározó szerepe van a Földművelési Minisztériumban készülő, elkészített új törvénynek, törvényjavaslatnak, aminek az alapgondolata a fenntarthatóság. És itt két dologra szeretnék még ráirányítani a figyelmet. Egy józan egyensúly tart az erdőknek a gazdasági funkciója és a népjóléti funkciója között. Hiszen nyilvánvaló, hogy az országnak vannak olyan részei, aminek a fő feladata az, hogy faanyagot állítson elő. Viszont az is nyilvánvaló, hogy a nagyvárosok körül az embereknek, a lakosságnak igénye van arra, hogy ki tudjon menni az erdőbe, és nyilván más típusú erdőfenntartás szükséges a budai hegyekben, és nyilván egészen más, mondjuk azokon a részeken, ahol nincsenek városok, és minimális a lakosság. Tehát ezt a két szempontot egyszerre kell érvényesíteni a józanész alapján, a gazdasági szempontokat és a népjóléti szempontokat. Ráadásul kiegyensúlyozott módon az állami erdők és a magánerdőknek a szempontjai egyensúlyban a józanész alapján érvényesülnek ebben a koncepcióban, törvénytervezetben. Tehát elmondhatjuk azt, hogy az Országos Erdészeti Egyesület nem pusztán az erdészek közössége, ahol jól érzik magukat. Nem is pusztán egy nagyon magas szintű tudományos közösség, hanem egy olyan erő, ami képes ezeket a szakmai szempontokat az országgyűlésben, a törvényhozásban törvényé alakítani, végső soron húsvér valóságként alakítani körülöttünk a világot. Megjegyzem, nem sok egyesület mondhatja ezt magáról. Pláne nem, másfél évszázadon keresztül. Az erdészet szakmaisága mellett engedjék meg, hogy néhány szót mondjak az erdészet és a vadgazdálkodás viszonyáról, hiszen az új vadászati törvényben is arányosan érvényesül a két ágazatnak az egymásra utaltsága, a közössége, hiszen a vad nem létezhetne az erdők nélkül, és ugyanakkor azt meg az erdészetnek kell belátni, hogy a vad az nem valamilyen természeti csapás az erdőn, hanem a természet rendje, végre a teremtés rendje szerint a vad része az erdőnek és a mezőnek. És ez a vadászati törvényben, ami megjegyzem ma, szerintem Európa legjobb vadászati törvénye, ebben megfelelően érvényesül. És miután 2021-ben a 71-es vadászati világkiállítás 50. évfordulóján egy soha nem látott grandiózitású világkiállítást szervezünk, ami nem a fenntartható vadászat jegyében, mondjuk az egy jó munkacím, hogy a létfenntartó vadászattól a fenntartható vadászatig, és nem kizárólag a vadászatban merül neki mindez, hanem a lovas kultúrától kezdve, megjegyzem, egyébként fogadhajtó és díjugrató világbajnokság is lesz ugyanekkor, a kutyásokon keresztül, a solymászaton át, a gasztronómiáig mindennek a legszélesebb seregszemléje lesz, és természetes az, hogy az erdészet, az erdészeti hagyományok és az erdőgazdálkodás hangsúlyosan bemutatásra fog kerülni, és itt ebben kérem az Erdészeti Egyesületnek az áldásos munkáját. És szót kell ejtenünk az Országos Erdészeti Egyesület nemzetpolitikai jelentőségéről. Ugye ez adva van a selmeci hagyományokkal. Más nem mondjak, amikor Kanadában voltam, a kanadai magyarság identitásának is, Vancouverben is egy meghatározó ereje az, hogy a selmeci diákok tanárostól, amikor kimentek Kanadába, és ott is megmaradtak magyarnak. Tehát a nemzetpolitikának mindig is meghatározó szereplői voltak az erdészek és az erdészet. Különösen igaz ez, amikor ugye ott voltunk a Székelyföldön, és a politikai határok szétszakíthatták ugyan a nemzetet, de a nemzet egységét, kulturális, tudományos, nyelvi, szellemi, spirituális egységét nem tudták szétszakítani. Most ezért döntő fontosságú, hogy az erdészeti tudomány és maga az erdészetnek a művelése nyelvi értelemben, magyar nyelvi értelemben se legyen szétszakítva, és az egész Kárpát-medencében, mint egységben gondolkodjunk. Ezért borzasztó fontos a nemzet szempontjából a nyelv és a szakmai nyelv is. Teller Edétől hallottam egyébként azt, hogy hallottuk azt a mondatot, amikor megkérdezték tőle, hogy
Mit gondol, hogy minek köszönheti azt, hogy a világ egyik legnagyobb fizikusa, matematikusa, hogy mindezt minek köszönhető? Minek köszönheti? És nagyon érdekes módon, és meglepő módon azt mondta, hogy Ady Endrének. És ezen azt értette, hogy a magyar nyelvnek. Mert tényleg érdemes belegondolni, hogy csak arra tudunk gondolni, vagy legalábbis csak azon tudunk gondolkodni, csak arról tudunk gondolkodni, és csak úgy tudunk gondolkodni, amit nyelvileg meg tudunk fogalmazni. Amit nyelvileg nem tudunk megfogalmazni, arról igazában gondolni sem tudunk. Érzéseink lehetnek, intuícióink lehetnek, de fogalmilag gondolkodni valamiről, amit nyelvileg nem tudok megfogalmazni, lehetetlen. Tehát ezért a kiművelt emberfők, és ebből következően a nemzetnek a jövője szoros összefüggésben van a nyelvvel, és a nyelv pedig szoros összefüggésben van a tudományos nyelvvel, a kiművelt nyelvvel. És ebben az erdészeti egyesület, még egyébként abban az időben is, amikor a németet akarták rákényszeríteni, és korlátozták a magyar nyelv használatát, akkor is elöljárt az Országos Erdészeti Egyesület azzal, hogy ne csak, hogy magyarul beszéljünk, hanem kidolgozzuk azt az erdészeti szaknyelvet, ami nem pusztán csak tudományosan, hanem a nemzet egysége és fejlődése szempontjából is meghatározó jelentőségű. Megjegyzem, ha minden szakma ilyen elkötelezett volna, lett volna a magyar nyelv iránt, akkor még jobban állnánk, mint most. És a szakmai tudományos nyelv mellett döntő fontosságú az, hogy az elszakított országrészek millió hajszálgyökérrel, személyes kapcsolatokkal, barátságokkal, szakmai, személyes, emberi kötődésekkel hajszálgyökér módjára átszőjék az egész Kárpát-medencét. Mert ez adja meg a magyarság megmaradását a Kárpát-medencében. Ezekkel a gondolatokkal köszönöm meg önöknek a szakmaiságukat és a nemzethűségüket, és a magyar kormány nevében minden magyar erdésznek megköszönöm a nemzet iránt és a szakma iránti hűségét és kitartását. Jó szerencsét, üdv az erdésznek!